that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow, but I'll be hood forever. De betelőt, mi? Na gyertek! Azt nem mondanám, hogy feltűnően nagy kedvem van ilyen időben az utcán mászkálni. Igen, mert imádom én a telet meg a havas utcákat, de alapvetően az ilyesmit egy forró kandalló mellő tudom elképzelni, ahol forró csokit kortyolgatok. Nem, mintha bármi ilyesmi lenne a családban, de azért képzelődni szabad, nem? Viszont ha már kijövünk, én azt gondolom, hogy mindenféleképpen ér hógolyózni. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere. És ér élvezni a telet, hogyha már egyszer ilyen kevés adatik meg belőle mostanság erre felé. Ez egy olyan nap, amikor több okból is ki kell jönni az utcára, sőt, tulajdonképpen majdnem egész nap szabadon leszünk, ami nem teljesen igaz, mert hogy különböző helyszínekre megyünk, de a különböző helyszínek között szabadon leszünk. És az első ok, ami miatt kijöttünk az utcára, az az, hogy el kell mennünk a postára, és el kell hoznunk onnan egy küldeményt, amit én már nagyon-nagyon régóta várok. Gyakorlatilag novemberben terveztem el, hogy egy ilyesmit mindenféleképpen rendelni kéne, és hát nem másnak köszönhetően hallottam erről, majd meglátjátok, szörnyűségről, mint természetesen. Szóval mindenről Géza teher. Igen, az a Géza, akiről tegnap is beszéltünk, amikor azt a nagyon hülye szemüveget mutattam meg nektek, de ez túlmegy, ez minden hülyeségen túlmegy. Szóval, amit ma elhozok, az egy tech gasztro mutáns. Igen, félig tech, félig gasztro, félig mutáns. Na, mindjárt meglátjátok. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed. Meg is van. Ezzel a szemöldök mozgással nagyon sok pontot tudtam volna elérni a tegnapi teljesen hülye abba. Na, menjünk haza és próbáljuk ki ezt a teljesen hülye izét. És bam! Meg is érkeztünk, nekiálltunk kicsomagolni ezt az izét. És a kicsit fura a kép az azért van, mert bejöttem a baromi hidegből ide a melegbe, és párásodik a lencse, meg párásodik minden. De mindegy, essünk neki. Nem is kell hozzá más, csak ez. Most legszívesebben már elkezdeném spoilerezni, hogy mi is van a dobozban, de az az igazság, hogy ez teljesen fölösleges, hiszen másodperceken belül kiderül. Végre megjött ez a borzalom, ó borzalom. Ha esetleg még mindig nem igazán sejtenétek, hogy miről van szó, az igazából nem a ti hibátok. Én például egy fél percig néztem a videót, mire megértettem, hogy tényleg arról van szó. Kapunk egy ilyen jó kis cuszi kefét hozzá, és itt van maga a szörnyeteg, ami gyakorlatilag a világ legszörnyűségesebb rántotta készítője. Tudjátok mit? Inkább bemutatom folyamatában, és a látvány az majd magáért beszél, hogy miért tartom ezt olyan szörnyűségesnek. Like they forgot how to end. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Na gyerünk, bujki, 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 gyere te is a másik után. Gyere apa után, jól van. Kis kulaszerű rántottam, gyere, hát ez nagyon szoború. De gyere, olyan, mint valami féreg, nem? Me, I got a plug special, where I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Nyamika. Én úgy gondolom, hogy aki ezt nem kívánta meg, az nem elég képzett gasztronómiailag. Egyébként teljesen hozza azt, amit vállal. Készít nekünk egy rendkívül undorító és egy kicsit száraz rántottát. Aminek a legnagyobb előnye nyilvánvalóan az, hogy már nem kell komoly formai átalakuláson átesnie. Én jó szívvel ajánlom a szoros tojás készítő Rolli. Me, I got a plug special where I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice Z-Lo, 3 card Marley. Labor Day Parade, rest in peace Bob Marley. És egészen konkrétan ide jöttünk a Margit szigetre. Méghozzá a Palatinus strandra, és nem ment el az eszem, mert nyilvánvalóan mindannyian arra gondoltok, hogy mi a fenét keres az ember a Palatinus strandon, a tél közepén, a hóban, hiszen itt napsütés van, és amikor legutoljára erre jártunk, akkor napsütés is volt, és épp egy parizeres szendvicset próbáltunk, de nem igaz ez, mert hogy a hely az bizony télen is nyitva van. És akkor most gyorsan tisztázzuk, hogy ez egy szponzorblog. Igen, maga a Palatinus 20-oda kért meg arra, hogy jöjjek el ide, és hogy nézze meg, hogy mi folyik itt télen. És az ilyen szponzorációs megkereséseknél mindig mérlegre teszem azt, hogy a téma önmagában érdekes lenne, van-e mit megmutatni nektek, vagy csak úgy eljövök ide, hogy legyen egy szponzorblokkom. Úgyhogy elkezdtem nyomozni, és megpróbáltam kitalálni, hogy mi szól amellett, hogy a
ezt most bemutassam az adásban. És rögtön két információval is gazdagodtam. Az egyik az, hogy nem is olyan régen újították fel ezt az úszodát, egy csomó pénzt beleöltek, úgyhogy valószínűleg elég jó állapotú. A másik viszont az, hogy szinte senki sem tud arról, hogy itt téli úszoda van. Valószínűleg ezért hívtak ide engem is, de ennél sokkal érdekesebb az, hogy állítólag lesz egy saját úszodám. Legalábbis az ismerősök, akik erre fele jártak télen, mindannyian azt mondták, hogy szinte királyként tudsz oda ment mászkálni, úgyhogy ezt most csekkoljuk. Na szóval, ami nagyon érdekesé teszi a helyet, az az, hogy gyakorlatilag ez az első téli szezon. Igen, mert elkezdték átalakítani 2015 novemberében, és 2017 nyarán fejezték be a felújítást, ilyen horribilis összegekből ráköltöttek körülbelül 3 milliárd forintot az épületre, és ennek során sikerült ezt a téli részleget is kialakítani, újra szigetelték az egészet, kialakították ezeket a menő öltözőket, kialakítottak odalent mindent, és hát gyakorlatilag most annyi a dolgunk, hogy megnézzük, hogy mi lett az, amit itt kialakítottak. És hát van mindenféle, odabent van szauna, meg van egy ilyen gyermekmedence, meg vannak mindenféle termálvizes medencék, és ahhoz, hogy mindezt ki tudjuk használni, nincsen más a szükségünk, csak erre a kis kártyára, meg egy fürdőgatyára, amit én most engedelmetekkel felveszek. Hát ez tényleg nincsen nagyon zsúfolva. Ez meg végképp nincsen nagyon zsúfolva. Ez önmagában nem kéne, hogy olyan nagyon-nagyon érdekes legyen, de néhány évvel ezelőtt csináltam egy ilyen fürdősorozatot Budapestről. Az egy nap a városban blogra felkerestünk Ádámmal mindenféle fürdőt, és azt tapasztaltuk, hogy bár Budapest tele van menőbbnél menő fürdőkkel, ezekről tudnak a turisták is, meg tudnak a helyiek is, és ez azt jelenti, hogy bármennyire is jól éreznéd magad, azért alapvetően ott nagyon nehéz elférni. Itt viszont tényleg szinte királyként, ha nem is királyként, de mondjuk egy ilyen kisebb fajta hercegként tudsz mulatni. Na Marcika ezt imádná. Gyakorlatilag pillanatok alatt megpróbálná tönkretenni az egészet, de úgy nézem, hogy alapvetően jó masszív, szóval ez Marcinak is még egy olyan negyed órába 20 percébe tellene. Jaj, de kár. Erről egyszer lemaradsz gyerekkorodban, örökre lemaradsz róla. Felnőttek nem használhatják. A gyerekmedence lesz az a rész, ahova hód biztos, hogy visszajövünk Marcival, de most koncentráljunk arra, ahova én is bemehetek. Szóval ez egy gyógyvizes medence 36 Celsius fokos hőmérséklettel, és hát ide meg a gyerekek nem jöhetnek be, én viszont simán legalább 20 percre. Kinulattuk magunkat, mehetünk a hidegbe. És ez most már az a spéci folyosó rendszer, amit a felújítás alatt pofoztak ki ennyire. Ez egy 1938-as épület, hogy egészen konkrét legyek, egy Bauhaus épület. Mivel hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, hát ilyen közel 80 éven keresztül nem törődött senki, és hát 2015-ig ez a rész még szigetelve sem volt, így viszont egészen kényelmesen és kellemes melegben tudunk áthaladni a következő helyszíre, amitől egy kicsit azért előre fázom, ez ugyanis a kültéri medence lesz, ami azt jelenti, hogy ezért mégiscsak ki kell menni, úristen. Hogy oda kell kimenni. Igazából csak az a rész nagyon rossz, amikor az ember beszalad, aztán amikor bent vagy már jó. És az egésznek ilyen kellemesen lankás a széle, mint a Balaton déli partjának, ami azt jelenti, hogy úgy lehet itt heverészni a körülbelül olyan mínusz 5 fokban, hogy nem kell küzdened azért, hogy el ne merüljél, de azért sem kell küzdened, hogy fennmaradjál, hanem csak így lazítasz és élvezed a melegvizet. Van egy amerikai horror, a köd. Kezd arra emlékeztetni ez a helyzet.
bár kívülről nézve úgy tűnhet, hogy próbálom addig húzni, halasztani a kijövetelt, ameddig lehet, ez a feltételezés helytálló. És amire itt nagyon-nagyon büszkék, az a futójegy, ami azt jelenti, hogy tudsz vásárolni egy jegyet, azzal be tudsz jönni, át tudsz öltözni, utána elmehetsz egy ilyen szigetkört futni, és 3 órán belül még egyszer bejöhetsz, ami azt jelenti, hogy miután lefutottad az 1-2 akárhány szigetkörödet, utána még tudsz egy kicsit ejtőzni itt a fürdőbe. És van még szauna, meg van geotermikus szauna, meg van gőzfürdő, de én alapvetően a gőzfürdőben hiszek, úgyhogy ide fogok bemenni, ahova viszont már ezt a kamerát nem viszem, mert úgy se lehetne semmit se látni. Úgyhogy ezen a ponton búcsúzom is tőletek, találkozunk holnap, sziasztok!